Civil fórum keretében tájékoztatták a helyi intézmények és civil szervezetek képviselőit április 22-én az aktuális támogatásokról, pályázati és egyéb lehetőségekről Mikepércsen, a Vas Albert közösségi házban. A fórumon elsőként Tímár Zoltán községünk polgármestere tájékoztatta a megjelenteket a 2015 évi önkormányzati támogatások összegéről. Az önkormányzatunk mindig megpróbál mindent megtenni azért a lehetőségeihez mérten, hogy támogassa Mikepércs polgárait, azon belül pedig a civil szervezeteket, azokat a civil kezdeményezéseket, akik, mint ahogy mondtam, nem csak önmagukért léteznek és nem csak önmagukért járnak össze. Ennek a támogatásnak tavalyi esztendőben egy újraindult formájával lehetett találkozni, hogy a költségvetésen belül elhelyeztünk egy olyan forrást, ami nyilvánvalóan a saját adó bevételekből, tehát a településen képződő bevételekből származik. Ez tavaly esztendőben 1 millió forint volt, amit a civil szervezetek felhasználtak. Ebben az évben igyekszünk jól sáfálkodni mindig a ránk bízott forrásokkal. Immár 1,5 millió forint az a nagyságrend, amit szét tudunk osztani a civil szervezetek között. Fontos itt megemlíteni, főleg a Bormosi mire nézek, hogy a sportpályának a működési költsége az nem tartozik ebbe bele, mert ha belevennénk a működési költséget, a vizet, a villanyt, a gázt, akkor ez az 1 millió forint, vagy ez a 1,5 millió forint, mint az idénről, nagyon-nagyon kevés maradna belőle. Tehát azokat a működési költséget az önkormányzat önmagában kifizeti és vállalta. Mi nekünk az a célunk, hogy ezt a 1,5 millió forintot úgy, ahogyan eddig is, abban a metodikával osszuk majd célját, vagyis nem mi döntsünk róla, hanem a civilek döntsenek arról, hogy hogyan szeretnék felhasználni, hogyan értékelik magukat, hogyan értékelik egymást. Ki mennyit tesz le az asztalra, ki mennyi családhoz jut el, és kinek milyen nagy hatása van a helyi közösségünkre. Én úgy hiszem, hogy minden egyes alkalommal, amikor felállnak ettől a kerekasztal beszélgetésből a civil szervezetek, akkor mindenki megnyugodhat, hogy amit kiharcolt magának, az jogos, és azt az összeget a legjobb célokra tudja majd elfordítani. Ezt követően Korbe Ág György, a Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség vezetője tartott előadást, aki korábban egy líder egyesületnél tevékenykedett, mely mintegy 350 000 forintos támogatással járult hozzá egyes civil szervezetek működéséhez. Előadásában kitért a Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség tevékenységi területeire, illetve a következő időszak pályázati lehetőségeire is. Hogy milyen lehetőségek lesznek, alapvetően én ezt három részre bontanám. Az egyik az, hogy lesznek hazai forrású pályázatok. Itt értem, ez biztos sok civil szervezetek vezető hallott már erről, nemzeti együttműködés alapról, illetve van nemzeti családi és szociális intézet által meghirdetett hazai forrású pályázatok. Ezek minden évben meg vannak hirdetve, jelenleg most nincs kiírás magyar hazai forrásban, de ez minden év elején, vagy minden év végén mindig meghirdetik. Alapvetően ennek két formája van. Van egy működésre, illetve van egy szakmai, ezek úgynevezett rendezvényekre lehet felhasználni. Igazából ezek a hazai forrásúak. Ezen kívül pedig lesznek úgynevezett európai források, erről beszélek majd bővebben, illetve vannak úgynevezett nemzetközi pályázatok. A nemzetközi pályázatok ezek már egy kicsit bonyolultabb pályázatok, de alapvetően ez arról szólnak, hogy az Európai Unió többi tagállamaiban lévő szociális és civil szervezetek úgymond partnerséget kötnek, és mondjuk tegyük fel, mondjuk egy gyakorlati példát mondok, mondjuk ha van egy nagyvárosi civil szervezet, mondjuk egy mikepércsi civil szervezettel közös projektekben gondolkodhat. Alapvetően mi tudunk ezekben is segíteni, nem tudom, hogy volt-e már valakinek ilyen nemzetközi projektje, de hogyha bárkinek bármilyen ilyen kedve vagy affinitása lenne, nyugodtan keressen minket, mert ebben is tudunk segíteni, szóval a nyelv sem annyira akadály, azt is le tudjuk győzni. Főleg, hogyha a parciumi testvérünkről van szó, akkor még jobban. A másik része az pedig a maga határon átnyúló pályázatok. Itt lesz egy úgynevezett román-magyar határon menti együttműködési program.
program, ami pont azt irányozza elő, hogy itt a szűk keresztmetszetben, itt a határ mentén olyan civil összefogásokat, civil programokat, rendezvényeket, fesztiválokat támogatnak, amik már lehet, hogy most is léteznek, de magát a pályázati forrást, illetve ennek a megfinanszírozására ezeket is igénybe lehet venni. És igazából ami legnagyobb szerete, amiről szerettem volna beszélni, igazából ezek az Európa Uniós pályázatok, ami most egy kicsit bonyolódik, de pont azért vagyunk mi, mint mondjuk fejlesztési ügynökség, hogy ebben tudjunk segíteni. Ez igazából arról szólna, hogy ezeket a civil együttműködéseket, illetve helyi civil közösségi szervezeteket erősítsük. Itt, amiről tudunk beszélni, én azt gondolom is, amiben a legjobban el lehetne indulni, hogy minden civil szervezetnek vannak éves programjai, vagy már meg bevett szokásai, hogy ezeket úgymond beültetjük ebbe az Európa Uniós pályázati rendszerbe, és akkor azt mondjuk, hogy mondjuk ha van egy rendezvényszervezésre egy pályázat, akkor azt a, nem tudom, tessének van mondani egy rendezvényt, amit szoktak szervezni, azt mondjuk bele. Igen, azt mondjuk bele. És igazából itt most számtalan ilyen kiírás van, most ezeket így fejből nem is tudom, mert még nincs is kiírva, de alapvetően én azt gondolom, hogy mint már mondtam is, hogy most vagyunk abban az időszakban, hogy most kellene összeírni a civil szervezetek, hogy mit szeretnének. És erre egyébként jó alkalom, mondjuk az a második alkalom is, és szívesen eljövök akár kollégáimmal is, amikor mondjuk arról tudunk beszélni, hogy milyen rendezvények vannak a rendezvénynaptárában egy szervezetnek, és azt hogy tudjuk beültetni. De alapvetően azért az a fontos, hogy egyrészt legyen ötlet, legyen rendezvény, és akkor utána megfordítjuk egy kicsit a dolgot, hogyha van egy projektötlet, akkor mi csinálunk erre a projektet. Ügyvezető úr az idei év januárjától látja el a Hajdú-Bihar megyei fejlesztési ügynökség irányításával járó feladatokat. Riporterünknek elmondta, a most kialakuló együttműködés Mike Pércsel igen jövedelmező lehet a helyi civil szervezetek számára. Polgármester úr meghívásából érkeztem, azzal célra, hogy a civileknek tartsunk egy olyan tájékoztatót, ami a következő 7 év fejlesztési, illetve program lehetőségéről adtunk egy tájékoztatást. Alapvetően 3 témát érintettem, egyrészt, hogy milyen működési támogatások vannak civil szervezeteknek, milyen szakmai programok vannak civil szervezeteknek, illetve a következő 7 év lehetőségeit boncolgattuk, abból a szempontból, hogy mind hazai, mind Európai Uniós, mind nemzetközi források tekintetében milyen összegek, milyen keretek állnak rendelkezésre. Első körben ezt a projektötletet, vagy ezt az ötletet projektötletté alakítjuk át, aztán pedig megnézzük a lehetőségét annak, hogy melyik programból, illetve melyik pályázati kiírásból tudjuk támogatni az Egyesületet, illetve melyik pályázatból tudjuk pályázni, és hogy hová pályázzon, és így segítünk nekik abban, hogy azt a pályázati forrást el tudják nyerni. Én azt gondolom, hogy itt látszott, hogy itt szép számmal megjelentünk, és hogy elég erős a civil háló itt Mike Pércsen. Én azt gondolom, hogy ez volt az első alkalom, amikor az a KFT-nk részéről, vagy a fejlesztési ügynökség részéről itt voltunk, vagy itt vagyok, és azt gondolom, hogy a következő időszakban többször el fogunk látogatni, hogy ezeket a projektötleteket újra és újra átbeszéljük, és hogyha bármilyen kiírás van, akkor be tudjuk nyújtani azokat. A fórumon számos helyi szervezet képviselője részt vett. A Mike Pécs ifjúságáért közcélú egyesület személyitkára a tájékoztatót követően elmondta, egyesületük az általános iskolás korosztály számára kínál szabadidős programokat, s jövőbeli tervei között szerepel egy kemencés nap megszervezése Mike Pécsen. Ehhez fogják a megyei fejlesztési ügynökség segítségét kérni. Az idei terve az egyesületnek mindenféleképpen megvan, mert minden évet azzal kezdünk, hogy összeállítjuk a programunkat az adott évre vonatkozóan. Hát ebbe az évbe terveztünk gyerekeknek úszásoktatást a kerekestelepi fürdőbe, terveztünk Poroszlóra, a Poroszlói Szabadidői Központba ott az vízi világot megtekinteni. Aztán terveztünk magunknak egy ilyen kemencés napot, amit természetesen az önkormányzattal együtt kívánunk majd megvalósítani valamilyen formába, mert tudjuk, hogy az önkormányzat is készül kemence építésre, és szeretnénk ebbe bevonni a lakosságot is.
többek közt, hiszen településünkön nagyon sokan rendelkeznek kemencével, és ebben a kemencében egyfajta gasztronómiai bemutatót is tartanánk a főtéren, és megkérni majd a lakosokat, hogy ezen vegyenek részt. Nagyapáktól, nagymamáktól kapott mindenféle jó tanácsokat azokkal kapcsolatban, amit ők annak idején átvettek elődeiktől, ételekre vonatkozóan, vagy süteményekre vonatkozóan, és akkor ezeket itt bemutatnánk a falu lakosságának gasztronómiai érdekességképpen. Hát mindenféleképpen jó volt ez a mai kis tájékoztató, mert külön felhívták a figyelmünket arra, hogy az önkéntesség alapján próbáljunk olyan pályázatokban részt venni, ahol az önkéntesség a fő cél, és a szabadidő felhasználásánál alapvetően az önkéntesség egy nagyon fontos feladat, és hogy minél több embert vonjunk be ebbe az önkéntes feladatba. És talán sikerül is majd olyan projektet előkészítenünk, amiben majd segítségét fogjuk kérni szerintem a megyei nemzeti fejlesztési ügynökségnek, amely talán végig is vihető, és meg is valósítható. A Mikepércsi Futballklub jelenleg óvodás korosztályú gyerekekkel foglalkozik. Gombos Imre, az egyesület elnöke azt mondja, a kicsik létszáma folyamatosan növekszik, éppen ezért a sportpálya felújítását tűzték ki célul. Egyre több gyerek jár, szeretnénk, hogyha felújítják a sportpályát, akkor nemzetközi, illetve megyei versenyeket rendezni rajta, mert olyan minőségű lesz a pálya, hogy akárhol lehet. Szóval akár magasabb csapatokkal is tudunk fogadni. Nagyon kíváncsi vagyok olyan dolgokra, amit esetleg pályázatok útján, amit meg lehet valósítani, és a segítséget is nagyon szépen köszönöm, hogy létrejöhetett ez a találkozás. Én bízom benne, hogy sikeresen fog együttműködni, ugyanúgy, mint eddig működött az önkormányzat, illetve most már akkor a pályázatok terén is. Településünk polgármestere Tímár Zoltán úgy véli, az eltelt évek alatt egy igen erős, kiválóan működő civil szervezetekből álló hálózat alakult ki Mikepércsen. 15 és 20 között van azoknak a civileknek a száma, amelyek működnek. És ehhez még hozzá kell venni azokat a civil szervezeteket, amelyeknek egyébként még nincsen jogi formulája, tehát jogi személyiséggel rendelkező szerveződése, például egyesülete vagy alapítványa, hanem egyszerűen csak összejárnak azért, mert szeretik azt a hobbit, amit együtt csinálnak. Én mindig arra szoktam őket kérni, hogy de igen, tessenek egyesületté alakulni, úgy tudnak pályázni. Én bízok benne, hogy ez a jövőben minden olyan ilyen alulról jövő civil kezdeményezésnél, összeállásnál gyökeret ver, és átalakulnak egyesületté, mert mi magunk önkormányzatként ezeknek a hivatalosan létező egyesületeknek tudunk csak támogatást nyújtani. Egyébként csak kisebb-nagyobb részben tudunk feladatokat, vagy olyan anyagi jellegű dolgokat átvállalni, ami nekik a mindennapi működésükhöz szükséges. Az önkormányzat már egy stratégiai megállapodást kötöttünk Hajdú-Bihar megyébe, tehát Mikepércs és Hajdú-Bihar megye megállapodásába lefektettük, hogy a pályázatainkat ők fogják írni, menedzselni, végrehajtani, lehet, hogy a közbeszerzésbe is besegítenek majd, de mindenképpen a következő 5 esztendőben arra készülünk, hogy mind az uniós forrásból, mind pedig a hazai forrásból, amit a lehet úgy mondani, a megye önkormányzat fog majd elosztani, ezen a szervezeten keresztül jussunk hozzá.